Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret benneteket, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. Ma az I betűhöz érkeztünk. Hát ez egy olyan téma lesz, ami mindenkit érint. Már az eddigi összes is, de ez különösen is. Úgyhogy hallgass nagy figyelemmel és szeretettel. Az evangéliummal haladunk. Nincs jobb orvosság és gyógyszer, úgyhogy én ebben hiszek, remélem elfogadod. Nem fog fájni. Máté evangéliuma 24:45-51. Mit gondolsz, ki az a megbízható és értelmes szolga, akit az Úr háza népe fölé állít, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben? Boldog az a szolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek, minden vagyona fölé rendeli őt. De ha az a gonosz szolga azt mondja szívében, késik jönni az én uram, és elkezdi verni szolgatársait, eszik és iszik a részegekkel, megjön majd az ura annak a szolgának azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Elkergeti őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás. Mai témánk címe így hangzik, Jézus nem késik. Jézus nem késik. Azért mondtam, hogy mindenkit érint, mert azt hiszem, egy nagy népbetegsége a mai világunknak, hogy mindannyian késünk. Hát én is most innen a stúdióból késtem 15 percet. Persze ilyenkor illendő, hogy az ember legalább ír egy susmust, hogy bocsánat, késni fogok. De ha még ennyit se teszünk mag, az már tényleg illetlenség. Na de most nem illemtanórát akarok tartani, hanem az élet legfontosabb dolgairól akarok beszélni. Hiszem azt, hogy az evangélium erre rámutat, erre teljes bizonyosságot ad nekünk, hogy Jézus nem késik. Tapasztaltam, hogy hogyan hat Isten szava az emberi lélekre, egyszer stoppoltam Szegeden a Bajai út felé, a temető mellett, magát egyszer egy ember, pontosabban ketten ültek elől, hátra pattantam be, egy olyan fél perc után valahogy jött egy ilyen gondolat, hogy mondjam azt a sofőrnek, hogy Uram, egyet jegyezzem meg, Jézus nem késik. Nem szoktam mindig ilyen közvetlenül beszélni, és rögtön letámadni az embereket. De ott akkor, abban a helyzetben erre indított a Szentlélek. És képzeld el, nem olyan hosszan vitt engem, nem azért, mert George fél perc múlva kidobott a kocsiból, hanem mert neki el kellett menni a másfelé, de amikor az útköröztöződésnél elrakott, elkérte a telefonszámomat, este fölhívott, aztán az e-mail címet, és elkezdődött egy kapcsolat, és ez az ember teljesen Isten felé fordult, pedig mag saját elmondása szerint nagyon távol állt az egyháztól, a Jóistentől, és most már szentségekhez járult, szinte naponta templomba jár, és rengeteget imádkozik. És elmondta nekem, ez az ember, aki a barátommal is vált, és toppolás hatására, vagyis Isten szavának a hatására, hogy már éppen mondani akarta nekem azt, ugye látta rajtam, hogy papot fogott, hogy miért késik Isten az ő életében, hogy ő annyit próbálja kérni, hogy segítson, és Isten pedig a füle botját sem mozdítja. Tehát ezt akarta nekem mondani, és én az előtte levő 10 másodpercben mondtam neki, hogy egyet jegyezzem meg, Uram, Jézus nem késik. És akkor teljesen így hanyatt esett a kormány magát, és ez olyan hatással volt rá, hogy megérezte azt, hogy Jézus nem késik, és hallgatja őt, figyel rá. Nagyon sokszor elkésünk valójában a jelenből. Jézus jelen van. Mindig jelen van az életünkben, és mi lecsúszunk, le tudunk csúszni a lehetőségekről. De Jézus nem késik, mert ott van.
Mi esetleg nagyon sokszor úgy gondolkodunk, hogy késik az Isten. Mint ahogy hallottuk az evangéliumban, hogy késik jönni az én Uram. És akkor az ember úgy kienged, és nem arra figyel, ami a feladata lenne. Van egy olyan fordítása ennek a résznek, hogy az Uram, amikor hazajön, szigorú, darabokra szabdalja őt. Amit én olvastam először abban, csak annyi volt, hogy elkergeti őt. Itt pedig az van, hogy darabokra szabdalja őt. Hát én nem gondolom azt, hogy Isten egy láncfűrészes gyilkos. Azt viszont gondolom, hogy mi tudunk sokszor a saját életünkre nézve ilyenek lenni. Tapasztaltuk-e már azt, hogy nincs időnk semmire, zúg a fejünk, lárma van bennünk, egyszerűen ezt is csinálnám, azt is csinálnám, Mr. Bean effektus, éppen mosom a fogamat, és csavarom be a villanykörtét, majd valakinek a kis ujjammal még a Facebookon egy üzenetet küldök, és közben még másik 10 dolgot is jól lenne elintézni. És közben lekésünk a jelenről, és utána másokat hibáztatunk a helyzetünkért. Középkorban volt egy nagyon súlyos büntetés erre a darabokra, szabdalásra. Aki látta a Rettenthetetlen című filmet, abban a főhős sajnos erre a sorsra jutott. Szóval így az elménk az így szétrángatózik, mert mindig ilyen impulzusokban, vágyakban, félelmekben, szenvedélyekben él, és azt gondolja, hogy az Isten valahol más ott van, és nem pedig ott van ő vele. Az Úr azonban nem ezt akarja. Azt mondja, mit gondolsz, ki az a megbízható és értelmes szolga, akit az Úr háza népe fölé állít, tehát háza népe fölé, az Úrnak vannak gyermekei, háza népe, családja, és elmegy valahova, és addig a családját rábízza egy szolgára, miért? Hogy adja ki nekik kellő időben az ételt. Voltam egyszer egy családnál, és egy nagyon aranyos jelenetet meséltek a nagylányok, hogy volt egy kistesójuk, és az anyukájuk elment otthonról, és rájuk bízta a kistesót, ők pedig, mint aki jól végezte dolgát, leültek a tévé elé, és egyszer csak egy ilyen 10 perc után vették észre, hogy mi ez az üvöltözés már 10 perce. Hát a kisbaba 10 perce üvöltözött. Szóval az Úr rábízta egyik szolgájára, egy megbízható és értelmes szolgára a családját. Azért, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben. És ha amikor hazajön az Úr, és látja, hogy a szolga ilyen szorgalmasan tevékenykedik, épp ebben a munkában van, akkor az Úr minden vagyona fölé rendeli őt. Ez a megbízható és értelmes szolga vajon milyen lehet? Szeretnék egy példát mondani erre. Biztosan hallottad már ezt a nevet, hogy Kalkuttai Teréz anya. Hát, ha még nem, akkor most már hallottad. Boldog Teréz anya, más néven, albán származású, szerzetes nővér, Indiában, Kalkuttában élt, aztán persze az egész világon mindenfelé mászkált, és Isten tényleg minden vagyona fölé rendelte őt. Miért? Mert Teréz anya arra figyelt, hogy a kellő időben kiadja az ételt az éhezőknek, a szomjazóknak, a haldoklóknak. Tehát épp a jelenben figyelt. Egyszer a Teréz anyához elment egy nagyokos európai riporter, és oda tartotta a mikrofon Teréz anyának, hogy Teréz anya, nem gondolja azt, hogy az, amit tesz, az valójában nagyon kevés, és hogy sokkal több ember van még, akik szenvednek, és soha nem is fog hozzájuk eljutni. És erre Teréz anya azt mondta, hogy nem tudom, hogy milyen sok ember van, de most épp ezt az egyet akkor itatnom. És utána odafordult és folytatta tovább a munkáját. Tehát ennyire egyszerűen, reálisan és józanul Teréz anya a jelenben figyelt arra, akit éppen ápolt vagy gondozott. És erre van szükség, szorgos kezekre, kis méhecskékre.
Teréz anya egy nagy méhecske volt valójában, egy nagy szeretett méhecske. És így zizagott az egész világban, és most már az ő ritmusára nagyon sokan zizagnak. A szeretett misszionáris a rendet alapította maga. Ha már a méhecskéknél tartunk, nem tudom, tudtad-e azt, hogy ha egy méhecske felfedez egy új virág lelőhelyet, akkor visz belőle egy kis mintát, visszamegy a kaptárba, lerakja, többiek is megkóstolják, és utána pedig a méhecske egy táncot jár, és azzal a tánccal mutatja meg, hogy melyik irányba akar menni, hogy a többiek is hozzák onnan a mézet. Szóval, legyünk ilyenek, akik nem késnek el, mert a mi Urunk Jézus Krisztus nem késik el a mi életünkből, hanem ott van velünk, ott van mindig veled is, és számít az, hogy te mit teszel a jelenben. Lehet, hogy éppen nem kapsz érte Nobel békedíjat, meg nem fogják lefotózni, de az, akivel jót tettél, az meg fogja ezt jegyezni. Egyszer egy paptestvér mesélte azt, hogy egyik szolgálati helyről, amikor áthelyezték máshova, sok-sok évvel később visszament oda egy meghívásnak eleget téve, és ő azt gondolta, ez a paptestvér, hogy azon a szolgálati helyen biztos a legnagyobb hatást a sok-sok prédikáció, a sok-sok lelki gyakorlat érte el, és ennél a látogatásnál odalépett hozzá egy idősebb néni, és mondta neki, hogy atya, én szeretnék magának valamit nagyon megköszönni. Hát az atya már rögtön gondolta, hogy hú, melyik jó gondolatomat, amit elmondtam a prédikációban. És erre mondja néni, atya, úgy köszönöm, hogy amikor beteg voltam, akkor az autójával bevitt engem a városban, a kórházban. Hát igen, ez az a konkrét szeretett cselekvés, amit vár tőlünk az Úr, hogy kiadjuk az ételt kellő időben, és ne késünk el a jelenből. Halljunk még részleteket a Szentírásból. Ezékiel 12:25-28. Mert én az Úr szólok, és amely igét kimondok, az megvalósul, nem késik tovább. Hanem a ti napjaitokban, te ellenszegülő ház, mondom ki az igét, és cselekszem meg azt, mondja az Úristen. Semmiféle beszédem sem késik tovább, az ige, amelyet kimondok, beteljesedik, mondja az Úristen. A legfontosabb táplálék, amit adnunk kell az embereknek, az Isten szava. Ugye maga az Úr Jézus mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szó valami Isten ajkáról származik. Amikor mi betelünk Isten igéjével, és sokat foglalkozunk vele, akkor egy idő után természetesen és önkéntelenül is ez fog belőlünk jönni, és ez nagyon nagy vigasztalást tud adni. Ugye Teréz anya már, mivel meghalt, és hiszük, hogy a mennyországban van, már nem tud a földön ételt adni az éhezőknek. De most már eljött az ideje annak, hogy az a sok-sok jó gondolat, amit elmondott, az a sok-sok jó példa, az az ige hat a világra, és megváltoztatja az embereket. Hallhatunk Teréz anyától olyan üzeneteket, amik nem késnek, amik betalálnak a mi szívünkbe is. Nézzünk egy újabb részletet a Szentírásból. Zsidóknak írt levél 10:25. Mert még egy kis idő, s az, aki eljövendő, eljön, és nem késik. Jézus nem késik a ti életedből. Jézus ott van veled, és tudja azt, hogy mire van szükséged, és azt mag is adja neked. Hidd el! Péter apostol 2. levele 3:9. Az Úr nem késik ígéretével, ahogy egyesek gondolják. És egy nagyon tanúságos ige, Jeremiás 46:17. Így hívták ott a fáraót, Egyiptom királyát, lárma, aki elmulasztotta az alkalmat. Ugye Egyiptom a Bibliában az a
pogányság, az Isten népével ellenséges nép szimbóluma. Nyilván az, akik gyilkolták a pici babákat, például Mózes is majdnem erre a sorsa jutott, és őket nevezi így a Szentírás, hogy lárma, aki elmulasztotta az alkalmat, lárma nagybetűvel. Hát lehet, hogy néha rajtad is ott ül egy lárma nevű papagáj, és állandóan zajong a füledbe, hát le kell lőni, és meg kell tanulni a csöndet. Mert hogyha ráhangolódunk Isten csöndjére, akkor észre fogjuk venni azt is, hogy mit kell tennünk az adott helyzetekben, hogy kinek hogyan kell önni adni, inni adni, vagy egy jó szóval vigasztalni, tehát cselekedni jó tettekkel. Jézus nem késik, mi sokszor elkésünk a jelenből, mi sokszor másút vagyunk gondolatban, de ne féljünk. Isten barátja a csönd, ahogy mondta, azt hiszem éppen szintén Teréz anya. Keresztes Szent János pedig azt mondta, hogy a lelki életben a legfontosabb eszközünk a fejlődésre mély csönd és magány. Mély csönd és magány. Ne féljünk elvonulni, ne féljünk csöndben lenni. Igazából a kalkuttai Teréz anya hivatása is úgy kezdődött el, hogy már szerzetes volt, de ő nem érezte igazán otthon magát abban a szerzetes rendben. Kalkuttában a arisztokraták gyerekeit pátyolgatta egy várfal mögött, idilli, édenszerű környezetben, és a várfalon kívül pedig ott volt a tömeg, a szegények, az éhezők, a haldoklók, és a Teréz anyát elküldték egy lelki gyakorlatra, egy csöndes, magányos, mély elvonulásra. És miközben ment oda, elmélyült belső figyelemben már készült a lelki gyakorlatra, és egyszer csak a vonatállomáson megszólította őt egy szegény ember, hogy szomjazom. És ez indította őt el tulajdonképpen azon az úton, hogy kilépjön abból a korábbi szerzetes rendből, kimenjen az utcára a szegények közé, és így elkezdjön bátran egy olyan folyamatot, aminek ő sem tudta, hogy hol lesz a vége. De mi már 60-70 év távlatából látjuk, hogy nagyon jól döntött, és valóban ő volt az a megbízható és értelmes szolga, akit az Úr háza népe fölé állított. Hát legyél te is, mindannyian legyünk ilyen megbízható és értelmes szolgák, akik a kellő időben most jót tesznek. Láttam itt a Bonum TV stúdiójában egy újítást. Van egy olyan óra, aminek nem számlapja van, hogy 1, 2, 3, 4 és 12, hanem az van mindig, hogy most. Hát Jézus nem késik, most ott van veled, imádkozz velem, és hidd el, hogy Jézus nem késik, Jézus téged is meghallgat, ő maga először is neked ad ételt, italt, amire szükséged van, leginkább a békére van szükséged. A békére, a nyugalomra, a csöndre, arra, hogy a zaj előjön, arra, hogy a lárma nevű papagány a füledről leszálljon, és magérezd, hogy először is téged táplál Jézus, te magad jól laksz azzal, amit ő neked ad, utána pedig te magad is tudsz táplálni másokat, mert ha neked nincs, másnak se tudsz adni. Az pedig nem túl szép látvány, hogyha valaki egy depressziós, karitászos, szétzizagi magát, aztán a végén mag már nem tud még szeretettel odaadni egy ruhadarabot se. Úgyhogy mindenkinek, aki ilyen típusú munkában különösen is tevékenykedik, nagyon nagy szüksége van a csöndre, az elvonulásra, a mély csöndre és magányra, keresztes Szent János szavai szerint. Bátran mondd velem ezt az imát. Úr Jézus, hiszem, hogy te vagy az igazság. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Kérlek, tegyél szabaddá engem a félelmeimtől. A kisítű rágódástól ments meg, Uram, minket. A kicsinyes gondolkodástól ments meg, Uram, minket.
a túl szűkös teológiától ments meg, Uram, minket. A fantáziátlan észtől ments meg, Uram, minket. Uram, ha Te vagy az, aki az utcák, a panelházak, a piacok, a média háborgó hullámain könnyedén jársz, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a virtuális tér káoszán át. Uram, ha Te vagy az, aki botrányosan lassú egyházunk háborgó hullámain, a félelmeink örvényén könnyedén jársz, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád ezen az egyház történelmen át. Úr Jézus, emelj fel minket önmagadhoz. Egyszerű derűddel vezess ki minket az okoskodás labirintusából. Támaszd bennünk hitet, hogy van még élet kicsinyes önmagunk és jó szándékú balgaságunk fölött. Köszönjük, hogy nem ítélsz el minket, hanem reményt és jövőt adsz nekünk.